utcáról nem jobb, onnan esetleg. Thank you.
Püspökatyánk, az egyházközségünk képviselőtestülete, a híveink közössége és az zarándok testvérek nevében szeretettel köszöntöm Önt a Szent Kuti kápolnánk búcsúja, Csalós Boldogasszony napi búcsúja és a bérmálás alkalmából. Hálás szívvel köszönjük, hogy eljött hozzánk, és kérjük a Jóistent, hogy tartsa meg soká erőben, egészségben. Isten hozta a hívnyáját. Nagy örömmel köszöntjük a püspök urat, hálás szívvel várjuk, hogy a bérmálás szentségében részesítsen bennünket, akik a Szentlélek évében erre felkészültünk. Kérjük püspök atyánkat, imádkozzon értünk, hogy a Szentlélek eltöltse szívünket, lelkünket. Jézus Krisztus.
Karol Boldog asszony ünnepén, Csobánkai Szűzanya nagy napján szeretettel köszöntöm a kedves híveket. Köszöntöm a helybelieket, köszöntöm a kedves lelkipásztorokat, az egyházközségnek a vezetőségét. Köszöntöm a más helyekről ide zarándokolt kedves híveket, akik nem sajnálták az időt, a fáradtságot, és eljöttek, hogy a Szűzanya iránti szeretetüket, tiszteletüket kifejezésre juttassák. Szeretettel köszöntöm a kedves énekeseket és zenészeket, akik fölemelővé, bensőségesebbé akarják tenni mostani ünnepünket. Sarolos boldogasszony van, a boldogságot Szűzanya születéséről, látogatásáról emlékezünk meg, amikor is idős rokonát Erzsébetet fölkereste, hogy 3 hónapon át segítségére legyen. Eljöttünk, hogy ezt a segítő, ezt az ember szerető, ez az emberi gondok iránt figyelmes Szűzanya iránti hódolatunkat és szeretetünket kimutassuk. Eljöttünk azért is, hogy az ő segítségét kérjük mostani nehéz helyzetünkben. Különféle gondokkal, megpróbáltatásokkal, problémákkal küszködik a mai magyar nép. Küszködnek a helybeliek, a jelenlévők is, mindenkinek bőven kijutott a keresztekből, és segítséget kérünk a Szűzanyától, hogy álljon mellettünk, ne hagyjon el bennünket, és fordítsa mindig a mi tekintetünket az ő szent fia, az Úr Jézus Krisztus felé, és könnyítse meg a keresztviselésnek a fáradalmait. Eljöttünk azért is, hogy a bérmálás szentségében részesítsük az érdemes fiatalokat, sajnos elég kevesen vannak, de örömmel jöttem el ezért is. Nagy szükség van a Szentlélek Úristennek a segítségére, sok irányú kegyelmeinek a birtoklására, nem csak a Szentlélek évében, hanem egész életünkben, születésünktől egészen halálunkig. A bérmálás szentségében különféle ajándékokat kapnak a fiatalok a Szentlélektől. Ajándékot kapnak arra, hogy fölismerjék keresztény életük értelmét. A mai kusza és a különféle eszméktől fölbojdult világban nem könnyű eligazodni egy hívő keresztény embernek. Égi segítségre van szüksége, hogy fölismerje a földi életnek az értelmét, azt az értelmet, amit az Úr Jézus Krisztus megfogalmazott már, és ennek a lényege a szeretet, az Isten és az embertárs felé irányuló szeretet. Ebben a szeretetben kell mindnyájunknak megerősödnie. Így válik az életünk értelmessé. Szüksége van a mai fiataloknak, de mindenkinek arra, hogy erőt kapjon a fölismert jónak a megtevésére. Sokszor látjuk azt, hogy mi lenne a jó számunkra, de nincsen elég erőnk hozzá, vagy pedig az akaratunk gyönge ahhoz, hogy elinduljunk, és tegyünk valamit annak érdekében. Akaratunknak a megerősítését várjuk a Szentlélek Úristentől. És nagyon sokszor tanástalanok vagyunk. Nem tudjuk, hogy a jót válasszuk-e, vagy a rosszat. Mert a jónak a választása az sokszor áldozatba, sokszor kemény küzdelembe telik. Nagy szükségünk van ilyenkor az eligazításra, a bátorításra. Szükségünk van az élet nagyon sok irányú feladatának a végrehajtására, és mindehhez a segítséget a bérmálás szentségében várjuk a Szentlélektől.
irigyeljük ezeket a fiatalokat, hiszen most azon frissében fogják megkapni az égi ajándékokat, amiket mi már birtokolunk, és valahogy úgy olykor-olykor elhalványodik bennünk ennek érzete, tudata. A fiatalok, reméljük legalábbis, a mai napon megkezdik a keresztény nagyság, keresztény fölnőttségüknek az itt szakaszát, amikor már majd meggyőződésből, amikor a hívő léleknek a hitvallásával tudnak kiállni keresztény meggyőződésük, keresztény hitük mellett. Ezt kérjük a mai napon a Szent Misében, amelyet a bérmálkozókért ajánlunk fel, és kérem, hogy valamennyien kapcsolódjunk bele ebbe a kérésbe, a Szent Mise áldozatba, hogy ezeknek a fiataloknak az élete valóban mindvégig Istennek tetsző élet legyen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Békesség veletek. És a te lelkeddel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, ti is nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Thank you.
szeretnek, és a földön békesség a jó szándékú embernek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőséged él, Urunk és Istenünk, mennyei király, mindenható Atya Isten. Urunk Jézus Krisztus, egyszülött jó, Urunk és Istenünk, Isten bárányom, az Atyának fia, te elveszett a világ bűneit, irgalmazd nékünk, elveszett a világ bűneit. Hallgass meg könyörgésünket, te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nékünk. Mert egyedül te vagy a Szent, te vagy az Úr, te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Amen. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, a te sugallatodra indult útnak a boldogságos Szűz Mária, hogy szent fiadat méhében hordozva Erzsébetet meglátogassa. Add, hogy a Szentlélek indításait hűségesen kövessük, és Máriával együtt mindig magasztaljunk téged. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökön örökké. Amen. Olvasmány Szofóniás próféta könyvéből. Az Úr Izrael királya közötted él. Dalolj, Sion leánya! Zenj éneket, Izrael! Örülj és újjong egész szívedből, Jeruzsálem leánya! Nem hajtja végre rajtad az ítéletet az Úr, elűzte ellenségeidet. Izraelnek az Úr a királya, ne félj többé semmi rossztól. Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemhez. Ne félj, Sion, ne lankadjon kezed, veled van az Úr, a te Istened, az erős szabadító. Örül majd neked nagy örömmel, újjáélesz szeretetével. Örül majd neked újjongó örömmel, mintha ünnepet ülne. A bal sorsot elfordítottam tőled, hogy ne viseld többé a gyalázatot. Ez az Istenek ünye. Istennek legyen hála. A Zsoltár válasza, nagy a ti körötökben, Izrael szentje. Boldog vagy ő, Mária, te hordoztad a mindenség hordozóját. Boldog vagy ő, Mária, Oh,
Zakariás házába is köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek, kikörte trónjukról a hatalmasokat, és fölmagasztalta az alázatosakat. Az éhezőket elhalmozta minden jóval, de a gazdagokat elküldte üres kézzel. Felkarolta gyermekét, Izraelt, megemlékezve irgalmasságáról, amint atyáinknak megígérte, Ábrahámnak és utódainak mindörökre. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, azután visszatért az otthonába. Ezek az evangélium igéi. Áldjunk téged, Krisztus! Kedves ótestvéreim! Megragadó kedves esemény beszél el a Szentírás az üzanya életéből Erzsébet meglátogatását. A történetet hallottuk az evangéliumból. Az angyali üdvözlet vétele után szíve alatt Isten emberé lett fiával, Mária útra kell, hogy fölkeresse és segítse a gyermeket váró idős rokonát Erzsébet asszony. Názáretből Ain Karimig hosszú az út, melyet dombok és völgyet tesznek változatossá. Amerre a szűzanya megy, olajfák, ciprusok virulnak, fügefák, szőlők és cserjék illatoznak. Rámosolyognak a tavasz virágai, melyek most bontják ki pompájukat. A tavaszi hangulatot madárdal élénkíti. Az egész természet örül teremtőjének, akit már puszta létével is dicsőít. Boldog és örül Mária is, hiszen nem egyedül teszi meg az utat. Vele van, szíve alatt hordja Jézusát, akivel élete most már örökre összeforrott. De boldog Erzsébet is, hogy ekkora tisztesség érte házát, hiszen urának, teremtőjének anyját köszöntheti Máriában. A mai napon, kedves zarándok helyünk búcsú ünnepén, mi is különös tisztelettel és szeretettel köszöntjük szűzanyánkat. Ez a kis kápolna az övé, az ő tiszteletét hirdeti már régóta. Akik ide járnak, mindig tudhatták, hogy a szűzanya gyermekeinek tekinti őket. Tudhattak Máriáról, és mi sok mindent tudunk róla, hogy Isten anyja volt, hogy szűz volt, hogy az eredeti bűn nélkül született erre a világra, csak éppen azt nem tudjuk, hogy mit érezhetett, hogyan beszélhetett, mit mondhatott. Csak éppen az élő, eleven, valóságos ember áll messze tőlünk. Próbáljuk meg most azt megnézni, hogy ki volt, milyen volt Mária, az ember, a szűz, az anya.
Amikor Erzsébetet meglátogatja a szűzanya, és a Szent Szűz fogadja az idős asszony köszöntését, akkor Erzsébet a dolog lényegére tapintott, amikor azt mondja, boldog vagy te, aki hittél. Igen, Mária hitt. De az ő hite sem volt olyan, mint amilyet mi magunknak oly sokszor szeretnénk. Szeretnénk, hogy egy kegyelemteljes pillanatban megvilágosodjanak előttünk Isten összes titkai. Tudnánk azt, hogy mi miért történik, ami látszólag az emberi logika és észjárás ellenére történik ezen a világon. Máriának is ugyanúgy, mint nekünk, egyre erősebben és teljesebben kellett hinnie. Ez azt jelenti, hogy oda kellett adnia magát az Úr szándékainak, anélkül, hogy előre tudta volna, hogy mik lesznek majd a mai igen távoli következményei. Neki is el kellett fogadnia az Úr egyre érthetetlenebb, és egyre több meghajlást igénylő követelései. A hit, testvéreim, ne gondoljuk, hogy csak az értelemnek a dolga, hiszen naponta látjuk, hogy érvelésre, értelmi okokra, logikára nem tudnak sokszor mit felelni az emberek, nem tudnak kitérni a logikai érvek igaza elől, és mégsem hisznek sem embernek, sem Istennek. Van a hitben valami, ami nem pusztán logika, nem észérvelés és belátás, hanem lemondás, alázat, elfogadás, nem csak saját magamnak, hanem az Istennek is a keresése. És itt van a Szent Szűz emberi nagysága ebben a lemondásban. Tőle többet követelt az Isten, mint bárki más asszonytól, sőt bárki embertől valaha is. Többet, mint Ábrahámtól. Ábrahám esetében, történetében csak egy apától kérte Isten a fiát, itt azonban Máriánál egy anyának kellett, és nem is egyszer, hanem folyton folyvást, újra meg újra lemondania az ő gyermekéről. A Szent, aki méhéből nőtt ki, az egyre inkább föléje nőtt, egyre távolabb, szinte a végtelenbe került tőle. Nézzük csak ezeket a tényeket. Itt van az ő egyetlen gyermeke, Jézus. Ő foganta, az ő testének véréből vette magára a mi emberségünket. Ő szülte, ápolta, szoptatta gyermeki kicsinségében és tehetetlenségében. Az ővé, csak az ővé, és annyira az ővé, mint amennyire egyetlen más anyának sem kizárólagosan sajátja. És mégis egyre távolabb kerül ettől a gyermektől, mert annak egyre furcsább a viselkedése. Nem hiszem, hogy akadt volna még egy anya, aki legalább szemrehányásokkal ne illette volna gyermekét a viselkedéséért. Hát annyira magától értetődő az, hogy nem kételkedik fia szeretetében, amikor az elhagyja, nem törődik vele, és csak a szenvedés idején hívja újra magához. Igen, ez minden anyának a sorsa ezen a földön, és ezért sírnak és panaszkodnak is az anyák, szeretik a gyereküket egyre inkább és mérték nélkül, és azok egyre inkább eltávolodnak tőlük. Ha most megkérdezhetjük, mekkora hit kellett annak elfogadásához, hogy mindez így van rendjén a szűzanya életében, hogy az Isten akaratának így kellett teljesednie.
és az a Szent Szűz nagysága, hogy nem engedett az asszonyi kicsinyesség kísértésének, hanem mindvégig kitartott Szent Fia mellett. Hittel kísérte fiát lépésről lépésre, és a hitéből merített erőt ahhoz, hogy kísérni tudja őt. Ez a fiú már régóta túlnőtt rajta, Isten emberi alakja anyja számára már régóta a végtelennek a jegyét öltötte magára. De minden lépést, amelyet az üdvözítő tett saját sorsának beteljesítése felé, feletette a Szent Szűz is te hitben. A megértést neki is csak a pünkösd ünnepe hozta meg, és ez egészen egyértelműen benne van a Szentírásban. Az anya szívbe szórt igék azonban megéltek a 18 esztendő alatt, és Mária készséggel fogadta el, hogy az ő sorsa az Isten anya sorsa. Neki az Istenember életét kell követnie, az Istenember küldetését kell szolgálnia. Gyermekéhez kell hasonulnia, aki azonban a világ megváltója. Hogy miért kell mindennek így megtörténnie, hogy miért utasítja el őt az üdvözítő még a kereszten is, amikor János apostolt adja neki fiául önmaga helyett, amiben biztos benne volt a haldokló gyermek gondoskodása anyjáról, de Mária szíve biztosan kiérezte az elutasítást, asszony, íme a te fiad. Hogy mindez miért van, azt nem tudta, de elfogadta és hitt. És ezzel a hitével közelebb áll Jézushoz, és mélyebben veszi ki részét a megváltásból, mint a legendák összes költői csodájával. Nem mondom, testvéreim, hogy nincsen szükség legendákra is. A maguk kedves, bájos és naív jeleneteivel és mély lélektani meglátásaival. De élni ezekből nem lehet. Különösen ma nem, amikor keresztény életünk egyre keményebb, egyre férfiasabb és egyre hűségesebb hitet követel. Mert a világ célja az, hogy bebizonyítsa és meggyőzze az embereket arról, hogy az élet lehetséges Krisztus nélkül is, sőt, hogy Krisztus ellensége az életnek. Nagyszerűen érvel, bódítóan beszél és gazdagon ígér, a botránkozás veszélye eláraszt mindenkit. Mindenkit, akinek a kegyelem föl nem nyitja a szívét. A hívő ember egyre inkább egyedül marad abban a korban, amikor sorra lehullik a dolgokról a varázs, amikor nyilvánvalóvá válik a keresztény létnek a belső fölépítése, a kereszt, a szenvedés, az áldozat, a lemondás, a földi sikertelenség. Egyre kevesebben lesznek, akik vállalni merik és vállalni tudják a keresztény létet. Ilyenkor pedig nem a legendák szüzére, hanem a Szentírás erős hitű asszonyára van szükségünk, aki maga is végigpróbál minden magányosságot, minden sikertelenséget, és legyőzte mindezt hitével. Ő az, aki előttünk megy és velünk van. Ő az, aki segít nekünk, hiszen mi is gyermekei lettünk a keresztfa alatt. Ez a hívő Mária sírt például Szirakúzában és még sok más helyen azért, hogyha szavaival nem, de könnyeivel minden esetre megindítsa a megátalkodott embert is. És ez a könnye természetesen elsősorban bűnbánatot követelnek tőlünk, de kérnek hitet is, olyan erősebb, mint amilyen Máriáé volt. Mária nem azt akarja, hogy kegyhelyeink történt eseményekben vakon higgyünk, hanem azt, hogy
élő hittel vegyük körül Jézust, az ő szent fiát, és ha majd igazán tudunk hinni Jézusban, akkor elfogadjuk a csodákat is, amiket Jézus Mária által végzett mindenütt, a szenvedő, a hit és a lelki élet problémáival küzdő emberek megsegítésére. A Máriával kapcsolatos csodák elfogadása is hitet követel. Meggyőződést abban, hogy Isten anyja meghallgat minket, és hatalmát meg tudja mutatni a mi érdekünkben. Mint minden csodát, a vérző és könnyező Madonna csodáit is, az egyház megfontolt és józanul mérlegelő szemével kell néznünk. Ma már csak ezres számokban fejezhető ki azoknak a csodáknak, ima meghallgatásoknak a száma, amik például Szirakúzában történtek. Már alig egy hónappal a könnyezés kezdete után, 1953. szeptember 28-án nyilatkozott az ottani kórház igazgatója az egyik újságnak. A következőket mondta. A föltűnő és csodálatos gyógyulásokról az a személyes benyomásom, hogy ilyenek nagy számban vannak. Lehetséges, hogy egyes újságírók lelkesedéstől elragadtatva túloznak, de úgy vélem, ha törlünk ki sokat abból, ami az újságokban vannak megírva, még mindig megállapíthatjuk, hogy a könnyező miasszonyunk az ő kegyelmi ajándékai rendkívül bőkedőséggel osztogatja. Ebből is kitűnik, testvéreim, hogy nem kell mindent készpénznek fogadnunk, amit szóban vagy írásban híresztelnek, hanem csak azt, amiről bebizonyosodott, hogy valóban csoda. Mit mond egyébként az orvostudomány? Először is azt mondja, hogy vannak idegbetegek, akik azt állítják, hogy meggyógyultak. A valóságban pedig nem is voltak abban a betegségben, amit magukról állítanak, vagy a gyógyulásuk csak képzelt gyógyulás. Másodszor azt mondja az orvostudomány, hogy vannak gyógyulások, melyeket természetes úton is meg lehet magyarázni. Például a betegség gyógyítható, vagy az orvos tévedett a diagnózisban. Azt is mondja az orvostudomány, hogy a gyógyulásoknak a harmadik faja az agy működése, legtöbbször egy pszichikai zavar megszűnése, amely a szervek kellő működését gátolja. Ha ilyen beteg például egy zarándoklat alkalmával erős élmények hatása alá kerül, akkor megtörténhetik, hogy lelki állapota helyreáll. A megrázkódtatások következtében a zavarok megszűnnek. Így egy béna hirtelen mozgatni vagy használni tudja tagjait, de nem okvetlenül csoda ez, mert bénasága magában véve nem volt gyógyíthatatlan. Negyedszer. Valódi csodáról akkor beszélhetünk, amikor egy gyógyíthatatlan beteg lesz egészségessé. Ilyen betegség a bénaság, vakság, sükettség, némaság. Ha ezek szervi hibán alapulnak, ha be lehet bizonyítani, hogy ilyen szervi hiba a gyógyulás pillanatában tényleg fönnáll, akkor csodával állunk szemben. Csoda az is, ha egy fekély hirtelen vagy szokatlanul rövid idő alatt teljesen eltűnik. A tudomány ezt mondja, a természet nem tesz ugrásokat. Ezért nem lenne helyes azt állítani, hogy idővel a tudomány természetes magyarázatot tud adni olyan jelenségekre, amelyeket az egyház ma csodának tekint. Az egyház csak olyan dolgokat tekint csodának, amelyek a közismert és szilárd alapon nyugvó természeti törvényeket fölfüggesztik.
mit gondoljunk ezek után arról a tengernyi föltűnő gyógyuláshoz, amelyek például a könnyek csodája óta Szirakúzát, egész Itáliát, az egész világot elárasztják. Magától értetődik, hogy mindegyiknél nem lehet valódi csodáról beszélni. Lehetnek köztük olyanok, amelyek pusztán természetes úton megmagyarázhatók. Más gyógyulások bizonyára Mária közbenjárásának tulajdoníthatók, anélkül, hogy valódi csodának minősülnének. Az egyház ilyen esetben nem csodáról beszél, hanem kegyelmi jelről, ajándékról vagy ima meghallgatásról. Mindezt, testvéreim, azért mondjuk el, mert a könnyező Szentszűz, akinek hite szilárd alapon nyugodott, tőlünk nem hiszékenységet, hanem józan megfontolást és utána erős, megingatatlan hitet kér. El lehetünk készülve arra, hogy a közeledő 2000. évben elárasztják a világot hamis prófétát, világvéget ígérő jóslataikkal, nyugtalanságba és tévedésbe sodornak hatalmas tömegeket, és könnyen meg lehet, hogy a tudására annyira büszke és fölvilágosult modern ember a hiszékenység áldozata lesz. Minden századforduló idején ez szokott történni. Nekünk, katolikus hívőknek, józanoknak kell maradnunk, és megmaradnunk a hitben, amely hit Mária hitével közös, és amely elsősorban mindig Jézus felé irányul. Máriának semmi sem okoz nagyobb boldogságot, mintha hiszünk Jézus Krisztusban. Ennek a hitnek a melege éri az égi édesanyát is, és ő ezért hálás nekünk. A könnyező Madonna nem csak panaszkodik hangtalanul, éppen a hit megfogyatkozása miatt, hanem azt is megmutatja, hogy törődik velünk. Aki nem érdekel bennünket, azért nem szoktunk könnyet hullatni. A könnyek vigasztalók is, mondta a szirakúzai érsek, jelentik, hogy a Madonna nem hagyott el bennünket, és nem is akar elhagyni. Részünkről meg kell ígérni, hogy hülyek leszünk hozzá és Szent Fiához, akiben egyedül van üdvösségünk, életünk és feltámadásunk. Kedves testvéreim, a sarlós boldogasszony méhében isteni gyermekével azonnal Erzsébethez sietett. Nem húzódott az úttól, nem kereste a kényelmes magányt, amit otthona kínál. Nem szabad nekünk sem, Istenünkkel, Istenből támadó eszméinkkel és kegyelmeinkkel bezárkóznunk. Vállalnunk kell a hegyekbe vezető utak fáradtságát és veszélyeit, ahol embertársaink laknak és várnak ránk. A körülöttünk levő emberek úgy vannak sokszor, mintha a hegyek választanák el őket tőlünk. Adottságaik, foglalkozásuk, fölfogásuk, a kialakult viszony és kapcsolat szakadékokat von közénk. Vállalni kell a szeretetnek azt a szolgálatát, amellyel meg akarjuk őket közelíteni, és nem szabad bénultakká válnunk a kísérleteink és próbálkozásaink előtt álló akadályok láttán. A Szentszűz lelke előtt is megjelentek az út veszélyei és félelmei. Te nem bénult meg a félelmektől, sem a veszélyektől, hanem sietett. Hitte, hogy Isten nagyobb a veszedelmeknél. Hite és magatartása arra biztat bennünket is, hogy Istennel mindig vállalhatjuk a szeretet kockázatát. Tanítson továbbra is bennünket a Szentszűz példája,
az Istenben töretlenül bízó, erősen hívő keresztény életre, és segítsen bennünket, hogy egymás javát és üdvösségét mindig, de mindig önzetlenül szolgáljuk. Amen. Szeretném bemutatni fiatal és kedves híveimet, akik szorgalmasan készültek a bérmálás szentségének felvételére 2 éven keresztül. Igen. Varga Diana, Herceg Barbara, Fürtös Melinda, Juhász Andrea, Popovics Bálint, kedves bérmálkozók! Mielőtt megkapnátok a szent lelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Amikor megkereszteltek titeket, még nagyon kicsinyek voltatok, és helyettetek a szüleitek és keresztüleitek vallották meg a krisztusi hitet. És öntudatosan ti magatok tegyetek hitvallást, és feleljetek együtt mindnyájan arra, amit az Atyaszent Egyház nevében kérdezek tőletek. Ellene mondotok-e a gonosznak, minden cselekedetének és csábításának? Ellene mondotok. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kín halál szenvedett, akit eltemettek, de föltámadt a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és éltetőben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök, úgy, amint pünköskor az apostolok részesültek? Hisztek-e a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk. Ez az Anyaszent Egyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Amen. Most imádkozunk, kedves testvéreim, Istenhez, a mindenható Atyához, hogy árassz el jóságosan szent lelkével fogadott gyermekeit, akik újjászülettek már az örök életre a keresség vizéből. A Szentlélek erősítse meg őket őkező ajándékai által, szent olajával pedig alakítsa őket hasonlóvá Krisztushoz, az Isten fiához. Mindenható Isten, Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, te szolgáidnak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló szent lelket, és add be nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, és töltsd el őket az Isten félelem lelkével, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
és testvéreim, könyörögjünk a mindenható Atya Istenhez, és imádkozzunk egy szívvel, lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reményünk és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk. Könyörögjünk az Úrhoz a megbírmáltakért, hogy hitünkből táplálkozva és a szeretetben megerősödve életükkel tanúskodjanak Krisztus Urunkról. Kérjünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk a szülőkért és a bérma szülőkért, hogy szavukkal és példájukkal ezután is szintelenül buzdítsák a megbérmáltakat Krisztus követésére. Kérjünk téged, hallgass meg minket! Könyörögjünk II. János pápáért, Vilmos, Antal és László püspökünkért, valamint az összes püspökért, hogy a Szentlélek átadása által tegyék tökéletessé Isten népét Krisztus Urunk eljöveteléig. Könyörögjünk Isten Szent Egyházáért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében. Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvérnek tekintsék egymást faji és nemzeti különbségtétel nélkül. Könyörögjünk az egyházközségünk területén élő hívekért, hogy áldozatos munkájuk eredményeként szerető keresztény közösség alakuljon. Kérjünk könyörögjünk, hogy az emberek őszinte szívvel keressék Isten országát, ahol a Szentlélek békét és örömet ad a szívekre. Istenünk, Te megadtad apostolaidnak a szent lelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgass meg kegyesen imádságunkat, és szent lelked erejével alakítsd át híveid szívét úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első bűnkünk napján, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és mindenkiért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk,
aki él és uralkodik mindörökön örökké. Amen. Kedves testvérek, mindenekelőtt megköszönöm a dékány Vilmos püspök atyának, hogy eljött közénk. Nagyon régen nem volt már itt püspök, azóta mióta újjá egyházmegye része lettünk, de nagyon jó, hogy eljött. Sajnos a többi atyák nem nagyon igyekeztek eljönni, és ez szomorú. Pedig a lélek szüksége nagy lett volna, azt én tudom. De a Jóisten kegyelme majd pótolja, azt tudjuk azt, hogy a szűzanya szeret minket. Érezzük. Nézzünk csak föl az égre, nézzünk körül, a szűzanya szeret minket. És az ő fia Jézus. Azután a másik az, két generáció jött itt össze, fiatalok és idősek. Szeretettel köszöntjük körünkben a már megszokott jó Dezső bácsinkat. Aztán a másik a fiatal generáció. Ugye azt mondtuk itt, hogy a Szentlélek a béke ajándékát adja. Hát ez a két generáció. Ez béküljön össze. Problémákat meg lehet oldani. Egyszer van csak ilyen esemény, vagyis inkább ritkán van, de az Szentlélek a béke ajándékát hozza. És ami közöttünk van, ami a békétlenség, azt hagyjuk el. Szentlélek, a kiáradó lélek, az világosítson bennünket, hogy legyen ez a békesség közöttünk, de nem csak a szó, hanem valóságban is. Felejtsük el azt, ami bennünket sokszor nyugtalanít, ami talán sérti a önérzetünket, hiúságunkat, hanem valóban ez a lélek áradjon ki ránk. És tudom azt, hogy a mai napon kiáradt. Köszönjük ezt az Úrnak, köszönjük a szűzanyának, és köszönjük a püspökatyának, hogy közvetítette ezt nekünk. Köszönöm szépen. Kedves testvéreim, mielőtt itt hagynánk ezt a szent helyet, én is úgy gondolom, hogy köszönetet kell mondanunk elsősorban a Szentlélek Úristennek, aki arra méltatta a mi fiataljainkat is, hogy fölkészítse őket egy öntudatos, szép keresztény életre, elhalmozva őket ajándékaival. Megköszönöm a kedves híveknek is, hogy szép számban eljöttek. Az időjárás egy kicsit, hát barátságtalan volt, de annál értékesebb a mi jelenlétünk. Annál jobban ki tudtuk fejezni a szűzanya iránti szeretetünket, tiszteletünket. Meglátogattuk őt. Arra kérjük most, hogy ő is látogasson meg bennünket, látogassa meg családi otthonunkat, de ennek a látogatásnak a föltétele az, hogy a mi otthonainkban először béke és szeretet teremtődjék. Ne legyen surlódás, nézet, eltérés, legyen megértés és türelem egymás iránt, legfőképpen pedig az imádságos lelkület azt tartsa össze a családtagokat. Akkor egész biztos, hogy a szűzanya eljön mindig hozzánk, és jól érzi magát nálunk, és annál hatásosabb, annál eredményesebb lesz az ő közbenjárása majd az ő szent fiánál érettünk.
Ezért is imádkoztunk a mostani szentmisében. Megköszönöm az énekkarnak, mind a kettőnek ezt a szép szereplést, emlékezetessé fogja tenni a mai zarándoklatunkat. Az ő szereplésük mindig fölemelővé teszi a mi buzgóságunkat, áltatosságunkat, az Isten előtti hódolatunkat. Arra kérem őket, tartsák meg továbbra is a lelkesedésüket, és énekeljenek, muzsikáljanak minél többet az Isten dicsőségére és a mi lelkünk javára. Megköszönöm a plébános atyának is és munkatársainak is azt a buzgóságot, amellyel előkészítették a mai napra ezeket a fiatalokat. Áldja meg őket a Jóisten minden áldásával, és a szűzanya pedig álljon mindig mellettük az ő szeretetével. Hogy ez így legyen, erre fogjuk kérni mindenható Istenünknek áldását. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Istenünk, őrizd meg szívünkben a bérmálás kegyelmét és a Szentlélek ajándékait, hogy híveid ne szégyeljék a világ előtt megvallani a keresztre feszített Krisztust, és szeretetből teljesítsék minden parancsát Krisztus, ami Urunk által. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ér, menjetek békével. Istennek legyen hála.
vezet. Na, még nem megy.